Na hát figyelj, hogy mi volt a próba? Meséljél! Hát a próba izgalmas volt, igazából a szöveg nagyjából megvolt, mert hogy nyilván ismerem a zenekart tényleg nagyon régóta. De ezt komolyan mondod, te követed a szuperben? Esküszöm. Ja, oké, úristen, mit csinálom. Hát figyelj, Fezen Fesztivál legnagyobb fellépvei, mindig ott volt. Esküszöm. Ja, okay. Úgyhogy én már vágtam a számot és a zenekart is ilyen nagyon régóta, úgyhogy a szöveg az megvolt, az eléneklésen nem, de a fejemben megvolt, a mozgás kellett leszednem, mert az nem volt meg hogy te mit csinálsz, meg hogy működsz, meg egy a basszusgitár a nyakamban, az nagyon nehéz azzal énekelni. Igazából azért, mert ritmus, tehát ritmikás ének és ritmus hangszer, és függetlenítenik el, de hogy ezt annyira higgadtad, meg annyira higanyul hoztad le, hogy csak az a kérdésem, hogy állsz ennek neki, megnézed a klippet, meghallgatod 200-szor a dalt. Figyelj, megmondom össze, de le akartam szedni a basszust, tehát otthon én megnéztem az akkordokat, csak annyira bonyolult, mert hogy annyira darálósan játszott, hogy mondom, hogy esélytelen, hogy emellé még fejeket, meg éneket, meg minden. Anyuka, ne haragudj, hogy csak itt értem egy interjúba. Úgyhogy én szerettem volna azt játszani, ami, de annyira, meg plusz 10 kiló ott van a nyakamban, érted? Úgy, amikor először álltam a gitár a színpadon, és így, hogy nincs levegőm. Ez a meló. Tehát így kell melózni, ez a műsor erről szól, meg erről. És így megnéztem vagy 3 teljes koncertet. Mondom, láttam, hogy folyik rólad is a víz végig. Abszolút. Hát ez 2-3 kiló lejön egy ilyen koncert, de 2-3 kiló lejön. Durva. Hogy ez van. Peace and love. Csá! Adj egy 5-öst. Jó lesz a jövő héten is. Reméljük. Király, köszönjük.